rájöttem, nem azt láttam, és hát semmit nem látok, és ezért kell ott csinálni. Egy olyan, egy is szeretném megköszönni, hogy itt lehetek, Sándornak, és hát remélem, hogy hoztam nektek egy olyan érdekes témát, ami a policy makingbe szerintem nagyon jól illeszkedik, és röviden bemutatok nektek egy kutatást, ennek a kereteit, és az az igazság, hogy arra szeretnélek benneteket kérni, akik itt vagytok, hogyha van kedvetek, ugyanis ez egy folyókutatás, és reméljük, hogy sose ér véget, akkor a végén fölteszek majd pár kérdést, és nagyon szeretettel várom az együttműködések mindazoknak, akik készek rá, és úgy érzik, hogy ez egy fontos téma. Provokatívabb kérdést nekünk esztették föl, ugye a kiindulás az volt, hogy van egy úgynevezett magyari program, ez az MP11.0, ez azt idézi, ami a közigazgatás megreformálását célozza, és itt elméletileg a magyari program előírja a kormánynak azt, hogy fejlesszen ki a saját működésének a mérésére egy indikátorrendszer, ami segít abban, hogy amiket kitűz cél, amit nyilván az indikátorra összhangban szeretnék, hogyha kitűzni a kormány, azokat mennyiben sikerül elérnie. Itt, amit a kis számok alul a 6x5x5, ezt mindjárt visszatérek rá, illetve az, hogy KSH segít minket ebben a kutatásban. A 6x5x5 az pedig nem egy ilyen fenti égi számok, amiket nekünk követni kellett, ezt így döntötte el a kutatás menedzsmentje, hogy 6 hatásterületet fog megjelölni, és ezeknek a hatástereteknek van egy olyan kényszerű, hogy 5 indikátorcsoporton belül 5 indikátor nevezzenek meg, így valójában 150 olyan indikátor van jelenleg, amiben mérjük az állam működését. Alul pedig gondolom ezt a PDF-t, hogy megkapja mindenki, itt az elérhetősége van a legfrissebb jelentésnek a PDF, de azon belül a többi a tavaly is megtalálható. Tehát valójában a cél az volt, amiből kiindulunk, és erről majd lehet vitatkozni természetesen, hogy az valójában így van mégsem. Tehát az államfeladat alapvetően a közjónak lenne a szolgálata. Nekünk ez van a mottónkban is. Jó, bocsánat, aki nem tudom, hogy a közszolgált egyetemről jöttem, és úgy kerülök ebbe a képbe, és azért ez a kutatást ebben a vonatkozásban én vezetem. És gyakorlatilag egy kiegyenlítő szerep, ezzel gondolkodunk mi tovább a fenntartható fejlődés tanulmányunk kabinetben, hogy ezt hogy tudjuk jobban betölteni, és azokon az állami funkciókon kívül, amit alapvetően ellát az állam, és hát igyekszik jobban megoldani, azon kívül mi mindennel kéne még foglalkoznia. Tehát ez a kiegyenlítő szerep, erkölcsi igazságosság, ezek szerintem nagyon fontosak és nagyon szép szavak, de hogy lehet ezt valójában megoldani, ez lenne a kérdés. Hogy a hatásterületek, amit a kutatás során megjelöltünk, az ez a 6, tehát a biztonság, bizalom, közösségi jólét, pénzügyi stabilitás, gazdasági versenyképesség, a fenntarthatóság vagyunk mi, erről fogok egy kicsit részletesebben szólni. Ezen kívül van a demokrácia és a hatékony közigazgatás. A nevek, amiket mellette láttok, azok a kutatási adott tématerületnek a vezetői vagy hatásterületnek a vezetői. Ez azt jelenti, hogy ők fogják össze az abba a témába kutató, meghívott, konzultáló tudósokat. Mindenki igyekszik ugye a saját csomagját és a saját kutatótársait jól megválogatni. Én büszkén jelentem, hogy hátul a sorunkban a vezető kutatója a csoportom, meg ebben Hetesi Zsolt, de alapvetően ugye a Corvinus segítségét is kértük és vontunk be kutatókat, illetve hát próbáljuk minél szélesebb körben értelmezni és bevonni azokat, akikkel van kedvük együttműködni, de ennél még izgalmasabb a dolog. Ugyanis erre mondja visszatérhet, tehát vannak bizonyos célok és értékek, amiket mi fontosnak tartottunk, tehát itt már hál' Isten szabad kezünk van a kutatás során, azt, hogy milyen mutatókat választunk, mi ezzel, erről hogyan gondolkodunk, ezeket mi magunk döntjük el, tehát a mi kis kutatócsoportunk összedugva a fejét a KSH-s kollégákkal, akivel szintén nagyon nagy szerencsénk van, mert a téma szakértőjét kaptuk, aki a KSH-nak a fenntarthatósági mutató szekén is dolgozott, tehát nekünk egy nagyon jó együttműködés alakult ki. Ezen kívül mi gondolkodtunk azon, hogy mik azok, amik számunkra fontosak, és egyből kiemelném itt ezt a horizontális szemléletet, amit nem sikerült egyelőre átvinnünk. Ennek van előnye is, meg hátránya is. Tehát amit láthattátok, 6 hatásterület van. És az első felvetésünk egyből az volt, hogy ha azt a kormány komolyan gondolja, akkor a fenntarthatóságnak nem elkülönülten kéne megjelennie, hanem minden témában meg kéne nézni annak a fenntarthatósági vetületét, tehát hogy ebbe beleépüljünk. És akkor egy kicsit opportunista módon elfogadtuk, hogy ez azért nem jó, mert a mi munkánkat viszont nagyon megnehezíteni, ha mindig az adott hatásterülethez kéne alkalmazkodnunk, és a mi mutatóinkat úgymond alárendelnénk ezeknek.
Tehát ilyen szempontból majd látni fogjátok, hogy ennek ellenére mi figyeljük a többi hatáspertet, és nagyon jó kapcsolatot ápolunk, de azért magunk mutató kis csomagját azt magunk gondozzuk. Illetve természetesen kitekintünk, tehát nem magunk is kristálypalotájával köldök nézve fedezgetjük ezeket a mutatókat, hanem egyrészt konzultálunk a számunkra elérhető külföldi szakértőkkel, valamint megnéztük természetesen azokat a szetteket, amik rendelkezésre állnak, és valahol már használják őket. Megfigyelünk azokra a nemzetközi trendekre, tehát akár most az SDG-ket, ha nézzük, amik aktuálisan foglalkoztatják a kutatókat a témába. Tehát ugye a dimenziók egy pici visszatekintés, és ez nem egy új kutatás, 2014-ben indult, 2015-ben már volt egy kötetünk, és most a 16-os is megjelent, és felkérést kapunk arra, hogy folytassuk ezt a munkát. Most már nem nagyon szeretnénk mutatókat változtatni, finom hangolni még lehet, de az első nagy változtatások megtörténtek, erről majd mutatok nektek diát. Tehát kezdetben mi ezt az öt határ, vagy dimenziót különítettük el a mi hatásteretünkön belül, itt nyilván követtük azt a hármasságot, vagy hármas optimalizálást, amit alapvetően a fenntarthatóságban fontosnak tartunk, tehát van egy ember, egy környezeti állapot, illetve egy gazdasági szemlélet. Itt próbáltuk azt is beletenni, hogy az erőforrások, amiket felhasználunk, tehát a véges erőforrásokat is valahogy nyomon kövessük, amit ugye a GDP nem igazán tesz meg, illetve a társadalmi változásokat. Utána, amikor a dimenzió volt, akkor ez megint csak egy ilyen háttérinformáció, hogy konzultálva a többi hatásterület vezetőjével, hát elkérünk egymástól indikátorokat. Ami annyit jelent, hogy ami náluk, tehát a gazdasági dimenzióval csak magunknál is sokat konzultáltunk, ő a fenntarthatóságnak amúgy híve, tehát hogy ő támogatja az ő mutatói valamiénket, tehát néha odaadtunk mutatókat, ami nekünk azért nem baj, hiszen megjelenik a szedbe, tehát hogy valójában nem vesztettünk, hanem nyertünk egy lehetőséget, hogy bemegyünk még valamit, amit fontosnak gondolunk. Tehát egy picit átszerkesztettük, és úgy gondoltuk, hogy a gazdaságot nem külön mutatónak vesszük, hanem beépült a mutatórendszerbe, és minden egyes dimenzióban megjelenik annak a gazdasági vonatkozása, tehát így egy picit horizontálissá tettük a gazdasági fenntarthatóság részt, és kiemeltük ezzel az energia és vízgazdálkodást, amit most egy kicsit ilyen prioritásnak érzünk, és azt gondoljuk, hogy a világ szeme erre tekint, ezért is egy picit megerősítettük. Töröltünk elég sok indikátort, itt majd a PPT-ben látni fogjátok, ezen most időhiányában nem mennék végig, de összegyűjtöttem, hogy mi az, amiket kivettünk, és mi az, amiket újat tettünk bele. Itt például a KKV-kat is kivettük, de megint csak nem kivettük végleg az indikátorszedbe, hanem átkerült a gazdaságba. Oktatási kiadások, egészségügyi kiadások ugyanígy átkerült másik indikátorszedbe, tehát nem eltűnt, csak tőlünk tűnt el. És tehát amikor mi fejlesztettük az indikátorainkat, mindig picit próbáltuk a többi hatásterületre is tekintettel lenni, hoztam a példákat, hogy mi az, amit úgy érzünk, hogy alapvetően a fenntarthatóságot támogatja, még ha nem is mi neveztük meg, tehát például a lakosságbiztonságérzeteket. Vannak olyan társadalmi soft indikátorok, amit nem így egyértelműen, és ha megkérdezni benneteket, hogy mi jelenti szerintetek a társadalmi fenntarthatóságot, valószínűleg nem ezt jelent, mondanátok elsőnek, viszont a jólét és a jó közérzet biztosítása érdekében például a létbiztonság, a munkanélküliség, ezek nagyon fontos mutatók. Ja, beszéltünk tegnap is az értelmes munkáról, amit elméletileg ugye már a IGC-ben Somhár is említ, hogy az értelmes munka az gyakorlatilag a boldogság egyik alapja. Aztán lakhatási biztonság, Maszlót azért írtam oda, mert az alapvető, mondjuk, hogy a piramis alja az, hogy bizonyos biztonságérzetet, illetve a létfenntartáshoz szükséges alapokat megteremtsük, onnan lehet utána tovább menni. Ugyanígy hát mondjuk az elég egyértelmű, hogy a közösségi jólét hatástörben rengeteg átfedésünk van, illetve a nagyon jól kiegészíti egymást. Ezért is történt az, hogy nálunk a társadalmi indikátorok picit szegényesebbek lettek, de megint csak utalnék arra, hogy ez az egész egy indikátorszer. Tehát nem azt jelenti, hogy mi amit is fellepánunkba építgetjük a fenntarthatóságit, hanem kiegészítjük azt, ami esetleg máshol nem jelent meg. Ugye, amit kiemeltem nektek ábrát, ez az élettel való elégedettség, ez az egyik, amiben nagyon klasszú sereghajtók vagyunk, úgyhogy ezt érdemes figyelemmel lennünk rá, illetve ennek az okát mutatgatni. Ezen kívül ugye a közösségi jólétbe ez amit az egyik mutató, amit eladtunk, az egészségügyi kiadások, illetve a másik az az oktatási kiadások volt, amit szintén átadtunk, másik volt a pénzügyi stabilitást kérte el tőlünk, de ezzel azért örültünk, mert akkor kicsit finom hangolni tudtuk. Most bocsánat, hozott nektek ilyen dilemmákat a kutatásból, de szerintem ezek izgalmasabbak, mint csak maga az indikátorszett.
Tehát amikor tavaly ez még nálunk volt, az oktatási kiadások, akkor például bajban is voltunk, hogy rendben van egy nagy oktatási kiadás, de valójában mennyi fordítódik ténylegesen környezeti nevelésre, mert ebből nem látszik. És néha ez emelkedik, tehát meglepő módon mondjuk nő az oktatási kiadás a GDP arányába, de hogy mire fordítják, hogy azt menedzsmentre, hogy olyasmi dolgokra, ami gyakorlatilag nem csorog le valódi tudásátadáshoz, azt azért tanítjuk. Tehát nem úgy tűnik, mintha szárnyalna az oktatási rendszernek az eredménye. Úgyhogy idén például mi betettük az ökoiskolákban tanuló hallgatók számát, ugyanis azt gondoltuk, és ebben konzultáltunk Köncei Rétájukkal, és akik ezt a területet viszik, hogy az annyira önkéntes, és annyira direkt, és annyira nem a pénzről szól, amikor egy iskola ezt felvállalja, hogy sokkal közelebb áll a valódi környezeti neveléshez, mint pusztán azt, hogy mennyit fordítunk oktatásra. Tehát nekünk ez egy izgalmasabb kérdés volt. És hogy hát milyen kihívásokkal szembesülünk, és ez már közelebb vissza hoz, amit tőletek szeretnék kérni, hogyha ebben van kedvetek, együttműködni. Az egyik nagy kérdésünk idénre, amit meg kell válaszolnunk, hogy hogyan tudjuk ezt kormányzati képességekhez kötni. Tehát klassz, hogy mi kitaláltunk nagyon szuper mutatókat, azt is mindjárt felrakom nektek, de most azt kérdezzük tőlünk, hogy nagyon jó, de hogy? Tehát mit tud csinálni a kormány? És ugye több lehetőség van, amit én ott felsoroltam, egyrészt, hogy nyilván onnan, ami direkt szabályozással tud esetleg támogatni. Például a közlekedésnél is lehetnek olyan döntései, akár kormánynak, akár helyi közigazgatásnak, amivel előmozdít, vagy hátrálhat valami. Aztán nyilván lehet indirekt hatások is. Tehát lehet olyasmi, amit tudjuk, hogy ezzel az intézkedéssel bizonyíthatóan hatása lesz valami másra. De aztán például lehet olyan, és van egy mutatónk, amit már mindjárt említek is, amivel a következményekkel kell kezdenie valamit az államnak. Például beemeltünk egy mutatót, az extrém hőség és hidegnapok számát, tehát az extrém időjárási jelenségeket. Ezzel nyilván akkor már úgy nem tud mit kezdeni, hogy nem döntheti el, hogy holnaptól nem lesz hőség, és vagy nem lesznek fagyok. De például mit kezd azzal a helyzet, hogy az utcán megfagynak az emberek, vagy például hőgutát kapnak a nyugdíjasok, azzal már tud mit kezdeni. Tehát az inkább a harmadik kategóriába esik, amivel arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ezekkel kell kezdeni, még akkor is, hogy nincs direkt ráhatása. Hát a másik nagy kérdésünk, hogy hát hogyan használjuk? Mert ezt is sokszor szoktuk így finoman felemelni a kezünket, és mi vagyunk egy kicsit így a kakukk tojása mutatók között, már olyan szempontból szólunk, hogy szeretnénk a szándékot látni, hogy az nagyon jól megnézik, és ezt megbeszélik, és klassz, hogy minden miniszter megkapja, tényleg nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyen államreform bizottság pont megkapja az összes miniszter, és mindenki nagyon bólogat. De hogy használjuk? Tehát szeretnénk tőlük kérni, illetve minél több helyen felhívni a figyelmünket arra, hogy a munkánk az ne csak egy szép színes szagos, egyébként letölthető anyag legyen, hanem hogy ezt használjuk, építsük be. Vannak rá törekvések, nem a mi mutatóinkra, hanem mondjuk a hatékony közigazgatásra, hogy operatív programnak ilyen KPI vagy indikátoraivá tették, hogy azt javítani kell. Tehát ez már egy érdekes kezdeményezés, reméljük, hogy a fenntarthatósági mutatókkal is tudunk ilyet kezdeni. Illetve a nagy, másik nagy missziónk, ez a KSH-hoz fűződő élmény, hogy hát vannak mutatók, amit után szeretnek. Mi pedig ragaszkodunk hozzájuk, tehát most sikerült elérnünk, hogy ebbe a államilag elfogadott elismert mutatórendszerbe az ökolágon is a biokapacitás belekerüljön. Nem árulik el titkot, hogy a KSH püszköl, de akkor mi jeleztük nekik, hogy oké, szerintünk nem, mi megbízhatóak adatok, stb., akkor gyűjtsék. De ez ugye megint egy állami szándék és akarat lenne, tehát kellene egy megrendelői igény, aki azt mondja a KSH-nak, hogy innentől az adatokat gyűjtse. Mert egyelőre ugye fúrtényos adatokkal dolgozunk. Na tehát akkor egy picit az indikátorokra, ezzel már csak átszaladok, és akit érdekel az a később nagyon szépen, örömmel konzultálok, illetve bevonjuk, akit érdekel a munka az a következő fázisokban. A mi öt hatásterületünk, ugye ezt már láttátok, azért vannak kiemelve ezek az indikátorok, mert tavaly még így volt, jövőre már nem így lesz, volt egy-egy fő indikátor, ezt nekünk kellett megnevezni. Néha könnyebb volt, néha nehezebb. Az adott témához, illetve az adott dimenzióhoz találtunk olyan indikátort, amit mi kineveztünk főindikátornak. Bocsánat. Itt a függőségi arányt azért emelnénk ki, egy nagyon izgalmas indikátor, és nem is gondolnánk, ugye, hogy azt tudjuk, hogy öregszik a lakosság, meg hogy egyre több eltartót jut adott eltartóra, de amit például az indikátorban kiderül, és a szedben meg lehet nézni, hogy az hagyján, de egy úgynevezett olló kezd el kinyílni, tehát még régen a fiatal eltartottak voltak többen, és ugyan nyugdíjasok kevesebben, ez az arány ez megváltozott, és már egyre több a nyugdíjas eltartott, és egyre kevesebb a fiatal, tehát még idézőjelben remény sincs a jövőre, hogy ez könnyen megváltozzon.
a több indikátort is föltettem, és itt szeretném azt nektek bemutatni, hogy az utolsó oszlopban gyűjtöttük össze, itt már sorrendjük gyakorlatilag mindegy, az, ami a gazdasági szempontja egy adott indikátor csomagnak, vagy egy adott dimenziónak. Itt is kerestük olyan indikátort, ami még nem foglalt, tehát itt is arra kell gondolni, hogy lehet, hogy van jobb indikátor, de először érdemes megnézni, hogy ez nincs eleve benne már másik hatásterületben, tehát hogy ők már azt úgy is mérik, mire feljebb utalunk rá, illetve találtunk olyan, hogy az ökológiai lábnyomot is mi itt ebben az esetben a gazdasági indikátornak definiáltuk. Itt is kiemelnék még egyet, például a nitrogén mérleget, amire angol kutató társaink kapták fel a fejüket, őnekik is van egyébként, ami egy ilyen jó államot mérő, vagy jó kármányozás mérő fenntarthatósági indikátor szedjük, és ő például jelezte, hogy ezt neki nagyon tetszik, és szeretné vinni haza az ötletet, mert a valódi ötletek azok, hogy a humusztartalmat kéne mérni, de most arra megint csak nincs mérés. Tehát elindulhatunk abba az irányba, hogy felkérjük az illetékeseket, hogy akkor gyűjtsünk adatot. Ott meg nagy, ugye, nagy országos eltérések lehetnek, tehát az is egy érdekes indikátor lenne, hogy akár régiókra vagy valamilyen szempontból megnézni, hogy hogyan változott, de az nitrogén mérleg is kicsit ilyen talajállapot indikátornak keresünk. A következő dilemmákat hoztam utolsó diaként, utolsó előtti, bocsánat, hogy van nekünk egy ilyen jó állam mozaikunk is, ami azt mutatja, hogy az adott hatásterületen belüli dimenzió milyen irányban néz. Itt nagyon amerikai megfogalmazásaink vannak, mint az, hogy a világos zöld az optimista várakozás. Magyarul nem túl jó, de annyira nem is tragikus. A piros az egyértelműen az, ahol rossz irányba haladunk. Ez egy kicsit agregált módon szemlélet, tehát nem túl szerencsés, ezt is kimondjuk a következő szedben. Ugye a mérések adatgyűjtés, ezt már az előbb említettem a KSH-val kapcsolatosan, illetve kapcsolódik egy ilyen site kutatás, vagy támogató kutatás, ami lakossági adatfelvételen alapszik, ami picit a soft kutatókat lenne hivatott bővíteni, tehát hogy mi az érzete a lakosságnak bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Ez azért még finomításra szorul, de ez is fog idén tovább folytatódni. Sajnos nem olyanok a kérdések feltétlenül, mint amit mi szeretnénk, de dolgozunk rajta. Illetve hát nyilván a hitelesség, meg a rendszerszerűség hiányzik nekünk belőle. Tehát most van egy csomó mutatónk, de hogy ezt is mi javasoltuk, hogy nézzük meg, mint van ez a Global Risk Landscape, azt hiszem az a hivatalos neve, ahol az egymásra hatásokat vizsgálják. Tehát egy adott változás, nálunk van, ami például a gazdaságiban az előnyös, nekünk meg nagyon negatív, vagy éppen fordítva. Tehát nagyon klassz lenne egy ilyen landscape-et elkészíteni, hogy melyik mutató melyikre hogyan hat, támogatja, hátráltatja, tehát hogy az egész rendszer, de legalább a mi saját hatásterületünkön belül. És hát a továbblépés lehetőségek az egy kicsit visszaköszön, amit már említettem, hogy hol lehetne szerepe a mutatóknak, ezt hogyan tudjuk elérni, illetve hogy hogyan tudnánk folytatni a szakmai konzultációt, amiben erősíthetnénk a mutatóinkat, illetve hogy ne csak azokhoz jusson el, akik örömmel bólogatnak rá, hanem akik tesznek is, hogy használják is.